Tanszabadság azt jelenti, hogy fontos erkölcsi kérdésekről, erkölcsi dilemmákról az iskolában úgy beszél, úgy viszonyul tanár, diák, szülő, tehát a szereplők, ahogy ők szeretnének, olyan időt szánnak erre, amelyet ők jónak látnak. Foglalkozzunk erkölcsi kérdésekkel, ez magától értető iskolában minden órán. Ez egy fontos dolog, hogy ez benne legyen, de hogy milyen módon az viszont az iskolára és adott esetben szülőkre tartozzék, és ne központilag előírt állami tervek mentén szülessen meg, vagy kényszerek mentén szülessen meg.